kedves olvasnak? És elképzelitek azt, amit ti olvastok, akkor az csak a ti világotok, az csak azok az álmok, amik bennetek vannak. Bárhogy elképzelheted. Így van, hát ez a fantasztikus benne, hogy ez csak a milyen. Olvasunk együtt kampány, ami a Nyílt Társadalom Intézet kezdeményezésében indult. Alapvetően arról szólt, hogy az olvasás örömét vigyük el gyerekeknek. Azért arra kíváncsi lennék, hogy ki az, aki nem szeret olvasni. Hát ez itt ez a... Ez már kifejtették a véleményeket. Miért? Amilyen nekem fontos mindig olvasni, nekem mondjuk szép irodalmat, hogy mindig észben tartsam, hogy az emberekkel bármi megtörténhet. A világon minden. És ezért soha ne ítéljek el ezt vagy azt, bármilyen cselekményt, mert tényleg mindennek megvan az előzménye, a motivációja, és minden megtörténhet az emberek között, és tulajdonképpen nekem ez egy euforikus érzés minden alkalommal szembesülni vele, hogy mi emberek ilyenek vagyunk, minden van a Földön, tehát mindenféle megtörténik, és mindent el kell fogadnunk, és meg kell értenünk, és a könyvek révén meg is érthetjük, hogy mi miért történik. Úgyhogy tulajdonképpen a toleranciára is nevel. Szóval az a címe, hogy mi azt nem esel. Volt egyszer, hol nem volt, volt egy roma kisfiú, Zoga. Az utcájukban laktak Laciék, akik magyarok voltak. A két fiú egykorú lehetett. Zoga és Laci barátkoztak. Nekem azért tetszett az, mert hogy izgalmas volt, szerintem, és kedves mese. Olvasás az, ami elindítja a gondolkodást, tehát a kreativitást, tágítja a tudatot. Az egy utazás, egy másik dimenzió. Teljesen más világokba lepített engem minden egyes könyv, amit olvastam, és azt gondolom, hogy ez úgy fontos kellene, hogy legyen. És hogyha nem csak téli műsorokról folyik, másnap a diskurzus a gyerekek között, meg a gyerek és a szülők között, hanem mondjuk egy jó könyvről is, az egy fantasztikus dolog. Nagyon remélem, hogy ezeknek a gyerekeknek a többsége mindannyiunkhoz hasonlóan a könyveket és a szép irodalmat is szeretni fogja egy életen keresztül, de az igazság, hogy ugyanakkor is azon oldalon, hogy rengeteget számítógépernének, nagyon sokat olvastanak az interneten, és ilyen módon van.